19 éves voltam, és elmentem a barátaimmal egy bányatóra fürödni, és engem ott egy nagyon csodálatos élmény ért. Belefulladtam a tóba, az én kiskutyám tulajdonképpen elkezdett velem szembe úszni, és én próbáltam ott ellökni magamtól, és egyszer csak azt vettem észre, hogy süllyedek el, nyelem a vizet, és egy szempillantás alatt egy fény, egy szeretet és egy nagy szabadságérzés fogott el. Tulajdonképpen engem nem emberek raktak ki a partra, hanem ahogy emlékszem, és szerencsére minden pillanatára emlékszem, körbevett egy nagyon nagy fény, és meg tudom számolni, a mai napig látom, öt ilyen fényes gömb. És engem ez az egész dolog így körbeölelt, megértettem egy csomó mindent, egy másik világba tudtam átmenni. Én akkor még nem értettem, hogy ez micsoda, mert semmiben nem hittem. Tehát abba hittem, amit meg lehet enni, inni, tehát amit érzékelni lehet az öt érzékszervünkkel, ezt se tudtam képzelni, hogy milyen az, hogyha az ember, most már tudom, hogy testen kívül van, hallottam egy hangot, ami azt mondta, hogy mentsd meg a lelkeket, és hogy szeressétek egymást. Ennyi volt az üzenete ennek az egésznek, de azt se tudom, meddig tartott. Lehet, hogy percekig, lehet, hogy csak egy pillanat volt, és én ott kaptam egy feladatot. Én most már tudom, hogy a jó Istentől, vagy attól a másik oldalon lévő magasabb hatalomtól, hogy nekem ezt kell csinálnom. Kell egyfajta bátorság ahhoz, hogy valaki elmenjen a Jucihoz, vagy egyáltalán valaki, aki úgy gondolja, hogy változtatásra van szüksége. Ha már eljön odáig, akkor tudom, hogy valamilyen szinten, ha nem is ő akarta, de a felsőbbrendűjénye elhozta. Tehát aki bejön az ajtómon, azzal én már tudok kezdeni valamit. Minden személyre van szabva. Itt nincs két egyforma, ezért volt nagyon nehéz meghatározom azt is, hogy mi a titulusom. Mert fogalmam sincsen, mert az egyik emberrel így kell, a másikkal úgy kell, a harmadikkal amúgy kell. Juci egy tükröt is tart az ember szem elé, amiben nem mindenki mer belenézni. Vagy ha belenézett, akkor nem biztos, hogy ott lát, ami első körben tetszik neki. Hogyha olyan ember jön el, aki hitetlen és racionális és teljesen nulla spiri, de őnek is problémája van, akkor őt logikusan elmagyarázom neki, hogy jutott el odáig, mik azok a dolgok, amik miatt, kik azok a szereplők az életébe, akik lehúzzák, vagy akik emelik, hogyan kell tulajdonképpen egyik rezgésikről a másikra elmenni. Hihetetlen empátiával és tudással, lelkesedéssel koncentrál mindig arra az egyénre és arra a problémára, amiben segítségét kéri. Aki meg rossz állapotban van, annak meg kell nézni, hogy ott mi az oka. Kik azok az emberek, akiktől nem tud megszabadulni? Mik azok a rossz szokások, amiktől nem tud megszabadulni? Milyen támogató közösséget kell köré teremteni? De persze nem nekem, hanem saját magának. Miért van az, hogy nem sikerül, mikor mindenét beleteszi, minden energiáját belefektet? Szinte mással se foglalkozik, csak azzal, mik azok az érzelmek tulajdonképpen, amik őt akadályozzák abban, hogy sikerüljön. Tehát legelső alkalommal már éreztem, hogy sokkal jobban érzem magam, tehát kiegyensúlyozottabban, tele energiával már úgy jöttem el onnan, és utána többször, több alkalommal még voltam nála, és azt vesztem észre, hogy az életemben minden kezd helyreállni. Párkapcsolati dolgok, anyagi dolgok, egészségügy, a gyermekemmel való kapcsolat, szép fokozatosan így helyreálltak a dolgok. Leülünk, beszélgetünk, tehát szépen hátradől, beszélgetünk. Van, amikor én beszélek, mert egy szót se hajlandó szólni, olyankor van egy módszerem, amivel egy inga segítségével nekem nem kell, hogy megmondja, hogy milyen állapotban van, milyen hitrendszerében, mert én azt meg tudom nézni, hogy ez a spirituális része. Van, aki aztán beszél, és közben is nézem, hogy az, amit ő mond, az tényleg a valóság-e. Nem azt ellenőrzöm le, hogy hazudik-e az illető, de olyan is van, amikor nem azt mondja, ami teljesen a valóság, mert igazából ő azt hiszi, hogy az a valóság, de igaziból nem az van. Tehát én folyamatosan ellenőrzöm végig, hogy ő mit mond, hogy tisztában legyek azzal, hogy ki ül velem szembe. Hogy ő dolgozik, nekem ez egy bizalmi kapcsolat, és nekem ez fontos, hogy ő mondja. Amikor így feltártuk tulajdonképpen, akkor jön az első része a dolognak, megkérdezem tőle, hogy mit szeretne, mi az a hirtelen változás, ami ő neki meghozza a hitét.
Tehát melyik az az életterület, ahol ő az első olyan sikert szeretné elérni, ami aztán megerősíti abba, hogy jó helyen járt, vagy ez a dolog, amit én adok neki, az őt segítette. Hiszek benne, és ez így működik. Nekem óriási segítséget nyújtott nagyon sokszor. Hát konkrétan én fogtam magam, és csináltam egy saját módszert, összerakosgattam azokat a dolgokat, amiket én hosszú időn keresztül megtanultam, meg a tapasztalataimat is hozzátettem, és ebből csináltam egy módszert, amivel dolgozom, meg amit tanítok. Amit aztán, ha az ember megtanul és szépen hazaviszi, az garantáltan működik, mert én tudom, hogy működik, és kész. Konkrétan úgy néz ki az ember elméje, mint egy nagy kosár, hogy az ember elmegy vele a piacra, és eddig borsólevest főzött, akkor vesz bele répát, meg borsót, tesz be egy kis vizet, és akkor lesz bele egy borsóleves, de ő finomabbat szeretne, tehát fejlődni szeretne. És akkor az elme nem tudja, hogy hogyan kell ahhoz másik hozzávalót, mert nem ismeri. Tehát ezért kell beletáplálni új hitrendszereket, dolgokat az embernek az elméjébe, hogy legyen a tulajdonképpen választási lehetőség a régi és az új között. Le kell oldani az érzelmet, és be kell tenni helyette az új hitrendszert, és az ember automatikusan emelkedik egy magasabb rezgésszintre, ahol viszont már tudja támogatni az elméjét. Nagyon gyors és hatékony módszer az a hipnózis terápiával, éber és mély hipnózisban, kinek mi, olyan hitrendszereket, érzelmeket tudunk átírni, és olyan érzelmektől megszabadítani, tulajdonképpen a felesleges terheket levenni, amik aztán repítik az embert a cél felé. De meg kell határozni a célt is. Nem behipnotizálni kell egy emberbe dolgokat, hanem kihipnotizálni belőle, mert tulajdonképpen minden ott van, amire szükség van. Hogyha állandóan megismétlődik valami, az ordít a könyörök, hogy segítség, valaki oldjon már meg, mert nem akarok én már problémaként jelentkezni sehol, és mindig egy olyan kapja meg, aki meg is tudja oldani. Csak ott egyedül van a problémájával. Tehát higgy el mindenki, hogy ahol a probléma van, ott a megoldás is. A megoldást azért nem látjuk, mert az összes negatív érzelmünk és hitrendszerünk elválaszt. Tehát olyan, mintha ülnénk egy gyönyörű szép üvegablak előtt, szeretnénk látni a tájat, az óceánt, vagy ki, amit akar, és valaki egy sáros rongyal így kettőt húzott volna a szemünkkel, vagy jól összemocskolta volna az ablakot, nem látjuk, pedig az ott van. Most elkezdjük letisztogatni az ablakot, az üveget, a hitrendszerünket, tisztítjuk a felsőbbrendű énünket, tesszük bele az új programokat, hitrendszereket, és automatikusan emelkedünk egy magasabb rezgéssíkra, ahol a megoldás is megjön magától. Tehát az én dolgom az, hogy elhitessem vele, meg odaadjam neki azokat a megoldásokat, amiket ha ő csinál, és becsületesen végigcsinálja azt, ami a feladata, akkor ő önmaga fog saját maga eljutni ön erejéből és energiájából a célig, az eredményig. Azt vettem észre, hogy a sikertelenségnek egyetlen egy hátulütője, mikor nem akar végigmenni az ember az úton. Azt hiszi, hogy a sült galamba a szájába repülhet, és azt gondolják, hogy 15-20 év átírható pillanatok alatt. A legdrágább kincsünk meg ezen a bolygón az meg az idő. Hát azzal szórakozni, hogy nem a saját életünket éljük, vágyakozunk dolgok után, nem tudjuk megteremteni, az a legnagyobb rabság. Mindenkiben ott van a megoldás mindenre. Tehát a Jóisten ide leteremtett minket, kaptuk ezt a gyönyörűségesen szép testet, meg a lehetőséget, hogy ezen a bolygón éljünk, akkor az Atya nem fog minket csak így szélnek ereszteni, hogy mindenki menjen, aztán valahogy élje túl, hanem az a program csomag, amivel mi lejövünk, az bele van táplálva, ami Winchesterünkbe tulajdonképpen, ami a felsőbbrendű énünk. És ott van bennünk a megoldás. Ott rontják el az emberek, hogy nem merik felvállalni azt, ami bennük van. Sokan éljük úgy az életünket, hogy nem is tudjuk, hogy nem a sajátunk.
lemkövetünk példákat, rossz minták után megyünk el, és innentől kezdve csak a feszültséget érezzük, mert nem stimmel. Tehát ha valaki a saját útján megy, akkor az boldogan, lazán, nyugodtan, akadálymentesen tud rajta végigmenni, mert az a sajátja. Akkor nem sikerül, hogyha egy másik embernek az elvárásait, vagy hitrendszereit, vagy szokásait követjük, mert azt utánozzuk le, és az nem a miénk. Az nem fog sikerülni. Jól csinálni csak akkor tudjuk, ha önmagunkat kezdjük el jól megismerni. Nem tudjuk jól csinálni. Azt tudjuk csinálni, hogy a szándékunk megvan, hogy elkezdjük jól csinálni. Akkor tudjuk jól csinálni, ha a gondolatainkat átformáljuk, és minden negatív gondolatunk helyére egy jó gondolatot teszünk, akkor már jól csináltuk. Ha a többiek felé úgy fordulunk, hogy jó szándékkal fordulunk, akkor már jól csináltuk. El kell kezdeni önmagunkba rendet csinálni. És hogyha rendet csinálunk, fénylünk, elkezdjük minél nagyobb területet berezegni azzal a rezgéssel, amik vagyunk, akkor aki abba a rezgésbe benne áll, előbb-utóbb az is olyanná válik. Tehát olyan, mint a jó járvány, ez terjed automatikusan. Ne arra fókuszáljunk, ami nem megy, hanem annak adjunk energiát, ami a pozitív. Ne a negatív dolgokat vegyük észre, hanem kényszerítsük rá magunkat arra, hogy igenis minden napban meg kell keresni azt, ami szép, meg ami jó. Ne kelljen már felrúgni családokat, házasságokat, kapcsolatokat, üzleti kapcsolatokat, hanem meg kell nézni, hogy milyen rossz hitrendszer fut a két embernek a Winchesterébe, amitől nem működik. De az külön-külön, aztán utána, amikor már működik a külön-külön, mindegyik rendben van saját magával, akkor viszont együtt, hogy hogyan lehet folytatni. Mert minden szakasznál, tehát minden életszakasznál, születéstől a halálunkig egy egész más struktúrája van egy embernek, egy másik személyiség lép be. Hát nem tudok szerelmes lenni 35 évig, mert ott az elején voltam szerelmes, aztán lettem anya, aztán lettem a házasságomon belül mondjuk szeretője ugyanannak a férjnek, aztán lettem a üzlettársa, aztán lettem a nem tudom milyen. Nem kell lerakni az embereknek a másikat, de 7 évente, és akkor újra kezdeni egy másikkal, akivel ugyanolyan problémája lesz, hanem ezt a személyiségváltást kell megcsinálni. Nincs az a pénz, ami pótolni tudja azt a szeretetet, amit egy ember kaphat egy másiktól, hogyha kisegíti egy élethelyzetből, vagy megöleli, csak pusztán szeretetet ad neki. Mert ahol az van, ott minden van. Ha nincs szeretet, ott nincs pénz, ott nincs egészség, ott nincs kapcsolat, ott nincs semmi. Én tudom, hogy abból nem lehet megélni, hogy háromszor megöleltük egymást. Az biztos, hogy nem, viszont elindít egy folyamatot, ahol elindít egy energetikai hálózatot, tehát mintha felkapcsoltunk volna egy nagy villanyt, a másik emberbe is felkapcsoltuk, a harmadikba is, és egyszer csak az egész elkezd működni. És addig, amíg élünk, addig erre képesek vagyunk. Képesek.